Közösen szedték ki a magokat, majd szórták el ezeket az óvodások a Prohászka Ottokár óvoda kiskertjében. Az intézmény átmeneti helyen működik, a régi épület udvarán már volt kiskert. Most a Kész és a Széchenyi István Egyetem segítségével azonban ismét termőre fordulhat az óvodakert, amely egy korosztályokon átívelő program részeként valósul meg a korábbi óvodavezető ötlete alapján. Két héttel ezelőtt volt már egy módszertani délután a tanítóképzőben, az Apáczai Csere János karon, ahol a pedagógusok a teremtésvédelemmel, környezetvédelemmel kapcsolatban hallgathattak meg nagyon jó előadásokat, és hát nyilvánvaló, hogy a legkisebbek jövője a legfontosabb mindannyiunk számára, ne csak uraljuk a földet, hanem műveljük és őrizzük meg. És ezt itt pici korban tudnánk elkezdeni, és ezért adódott az ötlet, amihez aztán persze nyilván társak kellettek, úgy az óvoda, úgy az egyetem részéről, és ezt a munkát az óvodai nevelés részeként fogják a gyerekek is talán hazavinni. Az egyetem részéről nem volt kérdés a segítség és a szakértelem. Azt gondolom, hogy kiemelt szerepe van annak, hogy ne csak az egyetemista korosztályjal foglalkozzunk, hanem az egyetemnek, ha úgy tetszik, a harmadik misszió révén akár a legkisebbekkel, óvodásokkal, vagy éppen a nyugdíjas korosztályjal foglalkozzunk, és az iskolakert témakör az kiválóan alkalmas arra, hogy már a kicsiket is megszólítsuk, hiszen a kert egy rekreáció, a kert az egy nevelési eszköz, és büszkék vagyunk arra, hogy itt a Széchenyi István Egyetemen, az Apáczai Csere János karon hosszú évek óta van egy iskolakert programunk, amely nem csak a saját hallgatóink, tanító, gyógypedagógus hallgatók képzésében egy fontos pillér, hanem bevonjuk a fiatal korosztályokat is. A legkisebbeknek az iskolakertek koronázatlan királya mutatta meg az ültetés és a kertgondozás alapjait. Itt pedig az volt hangsúlyos, hogy az óvodások a szülőkkel, sőt nagyszülőkkel együtt hozzanak létre egy kertet, tehát itt így jelenik meg ez a nemzedékek közötti együttműködés, és szeretnénk a szülők figyelmét is felhívni arra ebben, hogy az óvodás korosztály az, ahol a természethez való, a teremtett világhoz való érzelmi viszonyt meg lehet alapozni, és később ugye sajnos egyre kevésbé lesz mód a későbbi életkorokban. A kiskert ötletét és az ültetés első folyamatait az alpolgármester is végig kísérte. Ehető palántákat is ültettek most, és tavasszal remélem, hogy sokat fognak belőle majd uzsonnánál, meg tízórainál falatozni, és akkor az még nagyobb öröm, hogy azt a paprikát megkérdeztem a vezető óvonőt, hogy az hogy kerül oda, és mondta, hogy ez már tavasszal ide került, ez a palánta, mostuha körülmények közé, és most úgy alakították ki az ágyást, hogy ő is helyet kapjon benne, tehát ő már itt nőtt fel. Itt, ebben a pici, és úgy tűnik, hogy nem igazán ideális körülmények között, tehát a gyerekekkel úgy látszik, hogy mindenhol lehet ideális körülményeket teremteni, és remélem, hogy jól fogják érezni magukat az átmeneti otthonukban. Az óvodában dupla ünnep volt a hétfői. Az intézmény örömmel csatlakozott az elképzeléshez, habár kis helyen is, de sikerült ismét termelésre alkalmas helyet találni. Miután kiválasztottuk a helyet, felgyorsultak az események, hiszen kétkezi munkájuknak segítően a nagypapák, az apukák, anyukák is közben léptek, illetve karbantartónk segítségével. Napok alatt elkészült ez a terület, hogy befogadó legyen a gyermekek munkájának is, és befogadó legyen annak a kis veteményes kertnek, amit itt szeretnénk kialakítani. Ma ez a munka elkezdődött. Egyrészt öröm, mert éppen ma van az iskolánk névadójának, Prohászka Ottokárnak a születésnapja, méltón tudjuk óvodásokkal ezt ünnepelni, és a mai nap ezt a kis földet Dávid atya megáldotta. Megáldotta annak reményében, hogy a teremtő meg segít bennünket, bő termést fog hozni, a metélőhagymát, retket a gyermekekkel el tudjuk tavasszal fogyasztani, és akár azt a kis zsenge borsot ki tudják fejteni kis kezükkel. A kert az ültetések után így néz ki. Mind a négy csoportnak hagytak helyet, a palánták és a magok mellé virágok, valamint fűszernövények is kerülnek majd.